Szevasztok srácok, Zolnok, üdvözlök mindenkit! A tegnapi csodálatos mókázás után ma Jackie-nek fogunk játszani a Maligos rógiával. Az a helyzet, hogy az amerikai szerveren próbálkoztam vele, viszont ott egy csomó dolgom nincs még hozzá, kellene hozzá Talos, kellene hozzá Evasion, és hát az több mint 2000 dust, és szerintem valami 2800-an van, úgyhogy szerintem a mostani dust mennyiségemet meghagyom a következő kiegészítőig. Viszont nyilván az európai szerveren meg mindenem megvan hozzá, úgyhogy gyertek, létrezzünk Jackie-nek a csodálatos 73%-os winrate-es Maligos rógiával az európai szerverem. Ugye a Maligos rógnak a sajátossága, hogy ami nem húzás benne, az damage, ugye általában, és most is így nagyjából erről van szó, hogy körülbelül szinte minden kell nekünk ahhoz, hogy befejezzük a dolgot, tehát hogy eléggé a mélyre kell ásnunk a deckünknek, és ebben segít nekünk ugye a sprintünk, segít az, hogy a Thanosból húzni is lehet, segít a, nem tudom én, Fan of Knives-unk, segít az, hogy játszunk ugye a Shiny Finder-ral, akivel ki tudjuk húzni ugye a csodatos fegyvert, az Evasion ugye a túlélés, az Evis az damage, a petálok azok ugye damage-ek, és ugye a Minstrel tök jó, mert ugye lényeket húz, és nekünk gyakorlatilag az Illusionist-re van szükségünk, meg a Malira, és arra, hogy ne legyen más lény a kezünkben nagyon, úgyhogy ezt egyébként meg tudjuk csinálni, ha fent van a fegyverünk, akkor nyilván tudunk nekrulomozni, nyilván a koboldra, és akkor utána az illúziódistára, és akkor utána egy csomó maligoszunk lehet az asztalon, és utána csak damage és damage az ellenfél arcába, és örülünk, hogyha ő nem egy odvarrior, akinek 120 armorja van. Körülbelül ezek a lehetőségek. Na gyertek, menjünk be vele létre. Valira versus Rexar. Aha. Ugye a Hunter az elég rossz matchup nekünk. Tehát ez innét indul, viszont az illúzionistánk megvan. A preppet meg kb. Mindig megtartjuk. Attól függ, hogy hát ha secret hunter, akkor talán jobbak vagyunk még, hogyha ha sima spell, az a mérsékelten rossz, a másik meg a nagyon-nagyon rossz. Ha ilyen midrange-es hunter, de ő inkább nem az. Viszont ő hát maga a Burger Queen, ugye? Ugye rogue-ként a coin-t nem akarom kijátszani, úgyhogy a Shiny Finder annyira nem fontos. Viszont nincs a kezembe húzás, és ez kimondottan idegesítő. Most a legjobb, hogyha nyom Night Hero Power-t, én annak azért nagyon tudnék örülni, de nyilván nem ez fog történni sajnálatos módon. Jaj, jó. Ó. Ez esetben öröm. Erre valószínűleg föl fogja majd csapni a kis Kendall shotját és leüti vele, de az ellen meg nem véd. Na. Leok? Néha leok. Jó. Ez lehet Coin Evis és egy Shiv. Ja, azt meg lehet csinálni. Ugye a backstabra szükségünk van. Ó, de kár. Reméljük, hogy ez még mindig nem kell, és legrosszabb esetben a saját munkat backstabeljük, és úgy játsszuk ki a Minstrelt, mert a preppet nem akarom kijátszani egyelőre. Ez így jó. Ez így egyébként kiváló. Ugye most felhúzza a másik Minstrelt és a Malit. Ó, nem. Hát nyilván Thanosunk is van. Fuck.
Ez eléggé bait idenró, igen. Ez kellemetlen egy picit. So many options. Here we go. Ezt csináljuk, mert nem akarok kapni. Nem akarok egy tízes beszedni abból a szarból, úgyhogy... Ja, ez így jó. És most nyilván ki lehet rakni a minstrel csak így magában. Jó. Nem rossz. Játszik-e második bait idenról? Igazából sajnos nem érdekel, vagy... De úgy nincs másra szükségem, tehát ezt csak így kirakom. Az Evasion-t még nem játszok ki, annak még nincs itt az ideje. De mindig a bait idenról, hát babadűk! Ugye az illúzionistából a Necrum nélkül semmi nem megyünk. Dupla KC-val amúgy nyer. Nyer? Ja, a dupla KC-val nyer, úgyhogy lehet, hogy itt az Evasion-t el kell játszanom. De ezt megpróbálunk egyet húzni még. A petál az nem rossz. Ja, én itt azt mondom, hogy el Evasion-ozok. Aha. Szerintem nem várhatok nagyon. Jó, számoljunk damage-et. Nem jó, nem jó, nagyon nem jó a dolog. Ha ezt kirakom... Ezt kirakom, ütök, backstabelek... Ez lehet snipe, lehet snipe. De ha snipe, akkor meg nincs meg. Wow. És akkor innét, ez sima liga. Hát ő le fog minket vadászni, vagy nem? Úgy tűnik, az Evasion nem volt egy rossz ötlet. Főleg így, hogy eléggé elit volt a kezünk. Na végre egy priest, már úgy hiányoztak. Oké. Okay. Akarom a blade-et. Hát a kis csajt egyszerűbben felhúzom. Ja. Mármint, hogy a Shiny Finder-re egyszerűbben felhúzom, úgyhogy inkább nem akarom. Ez így, nem biztos, hogy a legjobb valójában. Jó, mondjuk Priest ellen van körülbelül 7 köröm. Kivéve, hogyha ő, nem tudom. De feltételezzük, hogy Galeri. Minőségi húzás. Legösszebb akkor a negyedik körbe elsprintelünk. Ugye van két evasion, vagy két preppem, tehát az egyiket elhasználhatom. Ez most csak így. Némi damage.
Ha az 24 lapot, akkor lesz a kezembe, amikor ezt kijátszom, 5. Nem leszek tele. Ki kell játszom a Thanos-t? Ki kell játszom a Thanos-t, meg még valamit. Most a fegyvert kijátszom. Játszik a fegyverleszedéssel, ugye ez az egyik nagy kérdés. Aha, na innét viszont ezt meg kell csinálni, mert olcsóbb neki a cucc. Az jó, mert az egy akkora szep lesz, mint ide Buda. Ha-ha. Ez egy szep filmek. És én ezt azt mondom, hogy ezt elleviszelem. Ja. Egyrészt ürítem a kezem, másrészt meg... ja. Backstabet el lehet használni. Ez egy nagy kérdés, de amúgy... nem emlékszem pontosan, hogy... és ez az én hibám, hogy nem figyeltem, hogy egyébként mennyi van a Jack listájában, vagy egy backstab van, vagy kettő, mert láttam különböző listákat, és most így keveredik a fejemben. Az biztos, hogy a... megcsinálhatom az Evist és a Minstrel kombóját, az szinte biztos. Elvileg két backstab-en van, viszont túl jó ez a kéz, ahhoz, hogy backstab-et elhasználjam szerintem. Úgyhogy én ezt csinálom. Ja. Ja. Mert ugye most ki kell tennem a Minstrelt. Az egyetlen gond, hogy most üt a gárgolyla és kifél a galeria. Amivel nekem a Venice az kimondottan jó. Jó. Tudok vele égetni egyet. Az kimondott. Az ideális. Az már elvileg nem húz semmit, ugye? Ja. Oda még a Shiny Finder-t. Van másik fegyver? Elvileg csak egy fegyverrel játszom, nem kettővel. Végül is megcsináltam ezt, nem? Elütjük és húzunk egyet? Tele lesz a kezünk? Ja. Tele. Lol. Jó. Ez szerintem elég jó. Akkor most ki kell tenni a fegyvert, és elvileg ugye nem játszik úzzal. Viszont a galeri most lehet, viszont arra van Venisem. És ugye egy velenje van, tehát hogy a nagy damage nem lehet meg. Az jó. Az jobb, mint gondolnám elsőre. Kifér a Venice és a fegyver. A Valera meg kimondottan jó. Ugye a Valera... nem, a Venice-t kell játszanom amúgy, sajnálatos módon. És azért nem jó ez, mert ugye ha a kezembe lesz, akkor a... ja. Ez így hülyeségnek tűnik, de egyébként ez a legjobb, ami tört... vagy... még megtörtént ez is. Így élünk egy körrel többet. Az tök jó.
Jó, ezt meg lehet csinálni. Na és akkor így elvileg meg leszünk következő körre. Nos, akkor viszont illúzionista. Minden, egyszerűen minden nálunk van. Hát ez így hihetetlen. Priz barátunk nem bírta a gyűrődést. Hát Birkules az ellenfelünk, aki valószínűleg OTK-t halázik. Ha ott pala, akkor rosszul maligeneltem egyébként, mert akkor a Szepp az meccset tud nyerni ugye a Warlord ellen, viszont megkaptuk a, visszakaptuk a Szeppet, úgyhogy nagyon nagy baj nincs. Oké, nem ott pala. Na, semmi baj azzal, hogyha te csorgatod őn az őszintén. Jó. Jó, hát akkor ezt csak ilyen lassú degerap leütjük. Oké, van a kezem egy 8 lap. Ha kijátszom a sprint venist, akkor 6 lap van a kezemben, 10 lap van a kezemben, nem játszhatom ki. Jó. Akkor csak ilyen lassan leütjük. Wow. A hősiességnek az itala. Most erre nem játszom ki a backstabet, ez tuti. Az egyik Eviszt-el játszom erre. A Szeppet biztos, hogy a Linesszára fogjuk meghagyni, tehát hogy az rohadt élet. Nem tudom. Csak sima ütés, de göre. Coin nálam van, tehát nem teheti rá a Steed-et. Ez most csak ilyen lassú kör. Úgyis ütni fog veled, az Evasionnek semmi értelme nem lett volna. Az Eviszre meg lesz jobb célpontom szerintem. Jó. Jó lenne egy fenn. Így főleg. Ez nem annyira rossz. De tele van a kezem, és nem tudok semmit csinálni, és ez annyira zavar. Jó, technikailag nincs. Na jó, de technikailag is tele van a kezem. A coint ki tudtam volna dobni, amúgy ez a része, ez talán igaz. Jó, most Fan of Knives-zal akkor tudok menni arcra, de nyilván... Aha. Hát az egy Szepp. Vagy Venisemünk. Az egy Szepp azért, hogy ez ki tudjon menni a húrka. Remélem égetünk egy malit. Nem fogunk amúgy, de... jó, és akkor coint most így kijátszuk. Ja, valószínűleg ki. És leütjük inkább. Mert ha nála van a másik Steed, akkor nem vagyunk jók. És majd maximum akkor Linesszára venni selünk, hogyha kijön.
De Linessa még nem jön ki, mert ugye összesen két spellt játszott ki, a Potion-t meg a Steed-et, arra nem rakja ki a Linessa-t. Vagy ha kiraki, akkor jó hülye. Jó az, nem érdekes. Jó. Akkor a Stalnos és a Minstrel... fuck. Jó, hát igazából fontos dolgot már nem annyira égethetünk. Viszont nincs kezünkben semmi burn. Tehát, hogy az egy darab Evis az így semmit nem csinál. Nem üthetünk. Nem tudom. Az meg kell a kombóra. A prep is kell. Nem tudom. Bevállalom azt, hogy égetek egy lapot. A Vanish nem csináltam meg. Az Evasionnek semmi értelme nincs, viszont nincs nálam a Necron VL. Nagyon vállalom azt, hogy égetek egy lapot. Mert olyan nagyon fontosat nem tudok égetni igazából. Jó. Mondjuk így, de. Így tudok égetni kettő lapot. Az mondjuk fáj. Az nem érdekel? Igen. Az mondjuk kellemetlen. Ja, a Valéra az mondjuk nem lett volna rossz, az a vissza. Maximalizálja a damage-et, igen. Jó. Jó, mennyi damage-ünk van kézben? Mód felett kevés. Ugye 30-ban van. Oké, két maligosszal. Várhatok még egy kört amúgy? Nem nagyon várhatok. Mondjuk... Mivel üt 9-et? Semmivel. Akkor várunk egy kört. Vagy azt mondom, hogy ezt kiteszem. Ütök, backstab, akkor kint van kettő maligoszom, akkor ez 14-et sebez, ez pedig 13-at, az offos. Ja. Ja, az eléggé offos. Jó, hát akkor csak megcsináljuk ezt. Ez biztos. És tudok húzni egy lapot? Lehet amúgy venni selés. Ja, ezt megcsináljuk. Így legalább éget valamit. És így legalább el tudok menni arcra, és hogyha most nem rakja vissza a Linessa-t, valamilyen csoda folytán nem rakna vissza a Linessa-t, akkor innét viszont letálunk lenne. Jó. Na akkor damage-et kell húzni viszont. Jó, bármilyen damage-et húzok, akkor jó vagyok. Mert ugye 3-ra vagyok a letáltól. Jó,
Ha belehúzok még egy Sinister Strike-ba... Na és akkor innét van probléma. És innét mondjuk... innét akkor ez... Kellemetlen. Az előbb nem érezte magát veszélyben, pedig kellett volna. Most azt lehet még kiszámolni, hogy a prep venissel meglettem-e volna. Mert ugye a prep venis, azzal nincs lineszai, azzal le tudom tenni őt 27-be. Azzal meg ugye letálom van, csak akkor ki kell játszanom az illúzionistát, és az Evisem is manába kerül. Meg a Sinister Strike-om is. Tehát a Sinister Strike és az Evis együtt 3, a Kobold Illusionista az 4, a Prepfen is az megint csak 3, nem tudom. Számoljunk még egyet. Lehet, hogy egyébként valami 11 manás letálom lett volna, de nem vagyok ebben sem biztos. Szóval volt egy Sinister Strike-om, volt egy Evisem, az ugye önmagában 3 mana, ki kellett játszanom az Illusionistát, ugye az már 7, és a Prepven is. Az lehet, hogy meg lehetett volna amúgy. Azt lehet, hogy így elszúrtam. Mert ezt szerintem az X-ak letáll amúgy. Még egyszer, tehát kirakom az Illusionistát, ja de nem, mert de mondjuk üres volt az asztalom. Üres volt az asztalom, és az úgy meg lehetett volna. Tehát ha megnyomom a prep venist, kirakom akkor ugye van még 7 vonám, kirakom a kobold illúzionistát, akkor van még 3 hátra, az a lebackstabelem, akkor kint van az egyik mali, ütök egyet, akkor lent van a második, az Evisszel akkor bemegy egy 14-es kombó, és a Sinister Strike-a pedig bemegy egy 13-as, az 27, letált visszeltem. Kellemetlen. Na mindegy, srác, előfordul az ilyesmi. Na ennyi lett volna most Jackie-nek a Maligosz Rogi, örülök, hogy itt voltatok, és találkozunk holnap a Tavern Brawl-ban. Sziasztok!